Bátaszekváros vezetése úgy döntött, minden önkormányzati fenntartású intézmény működését előre meg nem határozott ideig szünetelteti. A döntés alapján és a kormányrendet felhatalmazása alapján március 17-től, azaz a holnapi naptól, keddi naptól rendkívüli szünetet rendeltünk el a Bátaszéki Városi Óvodában, és ezt tették gyakorlatilag a környékbeli települések polgármesterei is. Tehát Alsónánán, Alsónyéken, Pörbölyön is egységesen rendkívüli óvodai szünet került elrendelésre. Aki nem tudja a gyermekelhelyezést megoldani, annak kiscsoportos gyermekmegőrzést biztosítanak. A szociális ellátás területén a nappali ellátás szünetel, de mindenki számára biztosítják az étkezést. Hogy mivel helyben elfogyasztásra nem lesz lehetőség, hogy mindenki kettő garnitúra éthordot biztosítson ennek a szolgáltatásnak az igénybevételi érdekében. Az oktatási és nevelési intézmények mellett a kulturális és sportrendezvények lebonyolítására alkalmas helyeket is bezárták, így a művelődési házat, a sportcsarnokot, az uszodát és a tájházat is. Emellett minden előre tervezett nagy rendezvény megszervezéséről is lemondott Bátaszék augusztus 31-ig. Tornán is bizonyos szempontból megáll az élet, de mindenki ellátásáról gondoskodik az önkormányzat, mondta Apelszófer Ágnes polgármester. Minden intézményt, ami a város fenntartásában van, gyakorlatilag nem bezártunk, hanem a működését felfüggesztettük olyan értelemben, hogy az óvodát gyermekek nem látogathatják, kivételes esetben igen. De az étkezést bárki igényelheti, számára a szokásos étkezési díj mellett biztosítják az ellátást, amit haza kell vinni. Amennyiben egy rászorulónak nincs segítsége, a hivatal megszervezi az alapvető ellátást. Mi nyilván az alapvető élelmiszerek beszerzéséről tudunk gondoskodni, de arról gondoskodni fogunk, tehát bárkinek szüksége van erre, akkor még egyszer mondom, akár a polgármesteri hivatal elérhetőségein, akár a családsegítő központnál jelentkezzenek. Apelszófer Ágnes azt mondja, eddig 6 fő van önkéntes karanténban, mindannyiuknak külföldi út után kellett otthon maradni.